átadták a látogató központot a Nyíregyházi Állatpark 370 millió forintos fejlesztésétől a látogatói létszám és a parkban eltöltött idő növekedését várják, valamint azt, hogy tovább csökken a hely szezonális jellege. Lendületesen fejlődik Csenger, 50 millió forintból újult meg a település járási hivatalának tetőtere. 100 milliós beruházás Ajakon, több mint 100 millió forintból teremtenek lakhatási lehetőséget fiataloknak a városban. Mintegy 370 millió forintból alakítottak ki új látogató központot a Nyíregyházi Állatparkban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az állatparkban a most átadott beruházás részeként a Hópárducnak is új kifutót építettek, növelve ezzel a látogatók élményét. A fejlesztéstől a látogatói létszám és a parkban eltöltött idő növekedését várják, valamint azt, hogy tovább csökken a hely szezonális jellege. A 6,7 milliárdos állatparki fejlesztés első ütemében készült el a látogatócentrum. A cél a korábbi beléptetés kultúrát kiváltása, amivel már a nagy létszámú csoportok fogadása is zavartalanná válik. A bejárat áteresztő képességének növelése mellett a vendégek a csomagjaikat is itt hagyhatják, bérelhetnek a kisgyermekeknek húzható kiskocsikat, és a kerekesszékeket is ki lehet itt váltani. Évről évre növekedett az állatkert, mind nagyobb lett, mind híresebb lett, egyre ismertebb lett, és valahogy a főbejárattal igazából nem foglalkoztunk. Igyekeztünk szépíteni, fejleszteni elsősorban az állatok helyét, a közönségforgalmi tereket, de aztán valahogy ez elmaradt. Aztán, amikor rájöttünk, hogy kéne a főbejárattal is valamit kezdeni, akkor meg sokáig nem tudtunk rá megfelelő pénzt szerezni, míg nem 2015-ben sikerült ezt a közel 7 milliárdos állatkertfejlesztési csomagot elfogadtatnunk. Ilyen mértékű állatpark fejlesztés még nem volt az országban. Az átadó ünnepségen elhangzott, a beruházás nem csak az állatpark, hanem Sóstó gyógyfürdő kapuja is egyben, és egy komplett turisztikai csomag egyik fő eleme. A mi állatparkunk területe az 35,5 hektár, a fővárosi budapesti állatparké pedig a Vidám Parkkal kiegészül, most megy a beruházás 15-16 hektár, akkor nyilvánvaló, hogy ide még több vendég is jöhet. Persze vannak a főszezonban olyan hétvégék különösen, amikor az embernek már az az érzés, hogy ide már több ember nem fér el, de szeretnénk, arra is törekszünk, hogyha a szezonalitás is változna, azaz a jelenleg nem főszezonnak számító időszakokban is nagyon sokan jönnének. A fejlesztés első lépéseként a Hópárduc kifutója is elkészült, az európai állatkertekben ritka nagymacskának olyan helyet alakítottak ki, ami hűen tükrözi a természetes jelőhelyét. Az európai szinten is különlegesnek számító állatparkra kormányzati szinten is figyelnek. Nagyon nagy a látogatottsága az állatparknak. Az is tény, hogy Európa egyik legszebb állatparkja, és ennek hírét is kell vinni. Aki ide érkezik hazánkból, illetve külföldről, mindenki azt mondja, hogy igen, ide vissza kell jönni, és vinni kell a hírét. Most a fejlesztések az, hogy 6,7 milliárd forint a támogatás modellvárosok programja keretében, ez is azt eredményezi, hogy nincsen Magyarországon még egy ekkora fejlesztés állatparknál. Az is tény, hogy ekkora állatparkja ilyen közegben, ilyen természetes környezetben sincs, tehát ez egy egyedülálló és példa mutató mind a látogatóknak, mind akár az állatoknak is. Nagyon jó körülmények között vannak. A fejlesztések 2020-ig folytatódnak az állatparkban, még idén elkészül a Pangeoka Centrum, és a szálloda is jó ütemben halad. 50 millió forintból újult meg a Csengeri Járási Hivatal tetőtere. A több mint 140 négyzetméteren 6 irodát alakította ki, és ezzel együtt megújult a teljes épület vizes blokkja és fűtési rendszere. Az informatikai rendszer modernizálása pedig jelentősen felgyorsítja majd az itt dolgozók munkáját. Csengerben 2015-ben még csak terv volt a bővített járási hivatal, mára azonban valósággá vált. A fejlesztés célja, hogy elégedettek legyenek az állampolgárok. Ennek egyik legfontosabb eszköze az egységes szakmai képviselettel működő modern hivatali intézmény. Az ezt szolgáló beruházás hazai forrásból valósult meg.
Csengerben folyamatos a bővülés, folyamatos a fejlődés. Tavaly évvégén adtunk át egy energetikai beruházást, amely nem ezt az ingatlant, hanem a csengeri foglalkoztatási osztályt érintette, és most pedig újra itt lehetünk, ami egy óriási öröm. 50 millió forintból építettünk erre az ingatlanra egy tetőt, amit kialakítottunk úgy, hogy ott irodák állnak a kollégák rendelkezésére, valamint az épületet azt fel is újítottuk. A hivatal felújításával sokkal kulturáltabb, modernebb épületben tudják fogadni az ügyfeleket a szakemberek, és a zsúfoltság is megszűnik. 144 négyzetméteren valósult meg a tetőtérnek a beépítése, amely 6 irodát takar, kiszolgáló helyiséget, konyhát, vizes blokkokat, valamint megújult az egész épületnek a vizes blokja, fűtési rendszere és az informatikai rendszere is. Így gyorsabb és hatékonyabb lehet az ügyintézés, valamint a dolgozók komfortérzete is javul. A hivatalban 31 fő dolgozik főállásban, közülük 21 szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A hivatal bővítése nem csak az itt dolgozók és lakók számára fontos, a térség fejlesztéséhez is nagy mértékben hozzájárul. De nem csak ez segíti a fellendülést. Azt gondolom, hogy van egy nagy turisztikai, nagy gates, aztán van életminőséget javító belvízelvezető szennyvízcsatornák, vannak kehopposok, úgynevezett környezet és energetika felújítások, ami még folyamatban a középületeknek a felújítása, és van az állami igazgatás szolgáló, hátunk mögött lévő járáshivatalnak a tetőtér beépítése, ez egyszerre az állampolgároknak a javát, illetve az itt dolgozók életminőségét is javítja. A térség fejlődését Kövér László, az országgyűlés elnöke számadatokkal is igazolta. Megduplázódott a város költségvetése 2010-hez képest. 1,5 milliárdos adósságállományból mentette ki a központi kormányzat Csenged városát, aminek aztán az is lett az eredménye, hál' Istennek, hogy sokkal több fejlesztési forrás maradt meg itt a városban, hiszen nem kellett a kamatterheket évről évre a költségvetésbe betervezni. 4,2 milliárd forintnyi fejlesztési forrás jött az elmúlt két ciklusban ebbe a városba, ebbe a kistérségbe, és a jövőben is szándékozunk itt olyan fejlesztéseket támogatni, megvalósítani, amelyek az itt élőknek a munkához jutását segítik, az itt élők életminőségét segítik. Csak egyet szeretnék itt kiemelni, a bizonyos ideje húzódó beruházás is el fog kezdődni. Itt a büntetés végrehajtási intézmény is meg fog valósulni, erre a miniszterelnök úr már az aláírását le is tette. Ahogy a csengeri buszpályaudvar építését is támogatja a kormány. Ennek a beruházásnak a munkálatai idén-nyáron kezdődnek, és a tervek szerint egy éven belül be is fejeződnek majd. Jelenleg az út szélén állnak a buszok, és vízes blokk sincs kialakítva. Ezt a problémát is orvosolják majd a központi területen épülő modern pályaudvarral. A lendületes fejlődést más fejlesztések is szolgálják. Az ipari parkot fogjuk fejleszteni, és az ipari park az egy közel 650 millió forintos visszanemtérítendő támogatás jelent, ahol már vannak olyan jelentkezők, akik betelepedtek az ipari parkba, vásároltak már területet, csak az infrastruktúrát kell hozzá megépítsük. Ez azért fontos itt Észak-Kelet-Magyarországon, mert gyakorlatilag a munkahelyek számát fogja bővíteni, és nekünk az a fontos, hogy minél több fiatalt itt tudjunk tartani. Ezért nem csak új bölcsőre épül a következő időszakban, hanem közvetlenül mögötte egy lakópark is, amely a településen dolgozó fiatalok lakhatását támogatja majd. A polgármester ígérete szerint kerékpárutat építenek ki Csenger belterületén, valamint a következő másfél évben a rossz állapotú útszakaszokat is felújítják. Több mint 100 millió forintból teremtenek lakhatási lehetőséget fiataloknak Ajakon. Az esélyi otthon pályázat részeként 4 pár költözhet kedvezményes bérlakásba. A programtól azt várják, hogy a fiatalok helyben maradnak, sőt, lesznek, akik a lehetőségek kihasználása miatt oda is települnek majd. A volt orvosi rendelőből lesz lakás Ajakon, ahol pályázati forrásból teremtik meg a lakhatási feltételeket. 103 millió forintot nyert a település, amiből a fiatalok helyben maradását, a munkaerőhiány csökkentését és az oda települni szándékozók letelepedését segítik. Abban a helyzetben vagyunk, hogy mindent közintézményt sikerült felújítanunk, ez az utolsó ebben a sorban, ezután már csak új beruházások, zöldmezős beruházásokat tervezünk. Ebben egy EFOP keretében nyert Emberi Erőforrások Minisztériumától egy pályázat 103 millió forint értékben. 4 kvázi apartman vagy új házastársaknak, házas családoknak egy ilyen kis első lakás, amiben nem kell
csak a rezsit kifizetni, nincs bérleti díj, ezt az önkormányzat és a maga a projektálja, valamint több olyan középiskolai és felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal számára adunk majd ösztöndíjprogramot, akik erre majd a későbbiekben tanulmányok befejezése során alkalmasak lesznek, munkába állnak és családot alapítanak. A beruházás alapkületét Reinsesztrák Miklós a projekt fontosságáról és létjogosultságáról szólt. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter szerint az otthon fogalma többet jelent egy lakásnál. Esély otthon. Ha elmondom önöknek, hogy szerintem mi az otthon lényege. Én azt gondolom, hogy az otthon nem csak egy hely, hanem egy érzés. Azt kívánom mindenkinek, hogy otthonában mindig otthon érezze magát, és mindig érezze, hogy milyen jó magyarnak lenni. Sanda Tamás, az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár az eseményen elmondta, országosan 11 milliárd forintot fordítanak erre a programra, a pénzből 66 települést tudnak segíteni, 50 és 200 millió forint közötti összeggel. Hozzátette, a családokat a családi otthonteremtési kedvezmény is segíti, ezt eddig 56 ezeren kérték. Az államtitkár kiemelte annak jelentőségét, hogy az ilyen programok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok itthon maradjanak, és ne kelljen az ország nyugati részére, vagy Európa más országába költözniük. Erős akarat kell ahhoz, hogy a korunkra jellemző nagy sodrásnak ellenálljatok, és itt őseitek földjén tervezzétek a jövőtöket. Mindemellett pedig nagy bölcsességre utal ez, hiszen esély itthon van. Az ajaki fejlesztések kapcsán elmondták, a jövőben már csak zöldmezős beruházásokat terveznek a településen. Épül az új városháza, a jelenlegiből pedig annak kiürülése után egy idősek bentlakásos otthonát alakítanak ki. A belterületi utak rekonstrukciója is tervben van. A 16 kilométernyi szakaszt 1993 óta nem fejlesztették. A jövőben ezt is el akarják végezni. Nemzetpolitikai fórumot is tartottak kedden Ajakon. Az eseményen részt vett a házigazda Sesták Miklós mellett Semjén Zsolt, valamint Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és Menyhárt József, a Felvidéki Magyar Közösség pártjának elnöke is. A fórumon a miniszterelnök helyettes bejelentette, hogy már több mint 1 millió határon túli magyar tette le az állampolgári esküt. Semjén Zsolt hozzátette, a kormány megtízszerezte 2010 óta az anyaországon kívüli óvodák, líceumok, gimnáziumok és kulturális hagyományőrzésre fordított támogatását is. Semjén Zsolt kiemelte, az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarság nélkülözhetetlen elemei a nemzetnek, bármelyik eltűnése vagy felszámolása esetén az egyetemes magyarság kerül veszélybe. 2 millió külhoni magyar nyelvi, oktatási, kulturális jogait védené a Minority Safe Pack. Ahhoz, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon a kérdéssel, 1 millió aláírás szükséges 7 különböző uniós országból. 25 ezer aláírás hiányzik még, amelyeket április 3-áig lehet eljuttatni a Rákóczi Szövetség részére. A Minority Safe Pack egy Európa szintű kezdeményezés, amely 2012-ben indult az Európai Őshonos Nemzeti Kisebbségek Uniójától. A cél, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon az Európai Őshonos Kisebbségek sorsával, jogaival, így a külhoni magyarok ügyével is. Politikai szervezetek, egyházi közösségek, sok civil szervezet csatlakozott hozzá, így a megyei közgyűlés is. A megyei közgyűléssel is egy határozati javaslatot fogadtunk el. Felszólításról éltünk a megyek közösségeihez, polgármestereihez, önkormányzataihoz, egyházi közösségeihez, és hát biztos vagyok benne, hogy ennél a számnál, amit most itt átadtunk a kezdeményező gazdájnak, a Rákóczi Szövetségnek, amelyért tőle ők kapták ezt a feladatot, ennek sokszorosan gyűjtött össze a megyében. Ami hozzánk eljutott polgármester kollégáktól, országgyűlési képviselőktől, az 8800-nál több aláírás, 8844 aláírás. Ebből több mint 3000-et a megyei közgyűlés tagjai gyűjtöttek össze. A frakció vezetőkön túl egyházi közösségek, országgyűlési képviselők, civil szervezetek is kivették részüket a támogatásból. 1 millió aláírásra van szükség április 3-áig, ahhoz, hogy a Minority Safe Pack, magyar nevű nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés átmenjen a tűz próbáján, és az Európai Bizottság köteles legyen foglalkozni a határon túli magyarok ügyével. Azt gondolom, hogy mivel Magyarország az egyetlen olyan ország, ami mondhatjuk
kicsit ironikusan, de alapvetően tényszerűen, hogy önmagunkkal vagyunk határosak. Ha átmegyek a határon bárhol itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ami három határ benti megye, akkor magyar szót hallok az első településen, magyar emberekkel találkozunk, és természetesen mindenki mást is tiszteletbe tartva, magyarul álmodunk és magyarul gondolkozunk, és magyar jövőben gondolkozunk. Ezért fontos, hogy a hiányzó 25 ezer aláírás összegyűljön. Ehhez bárki csatlakozhat a jogaink.hu oldalon, vagy papír alapon is aláírhatja a kezdeményezést a Magyar Posta kirendeltségeiben. Koordinálással segítette a munkát a Rákóczi Szövetség is, akik 1989 óta Kárpát-medencei magyar kapcsolatokat igyekeznek előmozdítani. Nem egy belpolitikai témáról van szó, egy olyan európai ügyről van szó, ami egy nagyon fontos magyar ügy, ami abban segíti a Kolozsváron, meg Kassán, meg Pozsonyban, Szabadkán élő magyarokat, hogy meg tudják őrizni a nyelvüket, kultúrájukat, hogy legyenek iskoláik, hogy lehessenek jelképeik, hogy ne vegzálhassák őket az aktuális kormányok, attól függően, hogy éppen milyen kurzus van egy-egy országban. Akkor az emberek többség azt mondta, hogy hát természetesen én ezt aláírom, ezt egy fontos ügynek gondolom. Legalább 2 millió külhoni magyar érintett az ügyben. Az ő nyelvi, oktatási, kulturális intézményeiket és jogaikat védené a kezdeményezés. A magyar egészségügy helyzetének javítása is célja a Momentumnak, közölte Babosi György, a párt képviselőjelöltje. Egy 4 pontból álló reform lenne szerintük a változás kulcsa. Az egészségügy mindenki számára elérhető kell, hogy legyen, működjön korszerűen és preventív jelleggel, valamint a középpontjában a betegek álljanak, hangzott el a nyíregyházi sajtótájékoztatón. Az egy éve működő Momentum szerint többek között csoportos praxisokra, digitalizációra lenne szükség, és az egészséges életmódra való nevelés is segítene a helyzeten. A jelenlegi tapasztalatunk az, és szerintem erről nem kell senkinek bővebben beszélnünk, hogy egyre több ember, egyre kevesebb orvos jut, több mint 350 betöltetlen háziorvosi praxis van Magyarországon. A kórházak és a rendelőintézetek felszereltsége alul marad az Európai Uniós átlagnak. A szűréseket illetően a vert mezőnyben vagyunk, és a magyar állapotok, illetve a magyar emberek egészségügyi állapota nagyon lehangoló. 15 intézmény 82 tanulója mutatta be produkcióját a 23. Tiszáninnen-Dunántúl országos népdaléneklési minősítő verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei döntőjében. A megyeháza dísztermében megrendezett eseményről 36 kiemelt aranyfokozatot elérő fiatal jutott be a májusi érdi országos döntőbe. Karsai rózsa, cidrus minta, borsó virágocska, borsó virágocska. Én elmennék az új tánzba, ha szép leány volnék. Énekszótól volt hangos szerda délelőtt a megyeháza díszterme. Ott rendezték ugyanis a Tiszáninnen-Dunántúl országos népdaléneklési minősítő verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei döntőjét. Az oktatási hivatal által szervezett verseny célja a tehetséggondozás, a gyerekek zenei érdeklődésének felkeltése, valamint a magyar népi kultúra megismertetése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása. Az iskolákban megtartott selejtezők után 15 intézmény, 82 diákja jutott be a megyei döntőbe. A megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte a népi kultúra továbbörökítésének fontosságát. Annak a missziónak, annak a küldetésnek a részesek ezek a ragyogó szemű fiatalok, ami a hagyományok átörökítését jelenti, ami a népi kultúra továbbörökítését, élő hagyománya válását jelenti, az, hogy ne csak kottalapokon, ne csak internetes adathordozókon találkozunk ezekkel a páratlan kincsekkel, hanem minél több fiatalnak, minél több közösségnek, iskolai közösségnek, települési közösségnek az élő és aktív részesei legyenek a későbbiekben is ezek a éneklő fiatalok. Erre egy nagyon jó keretet ad ez a verseny, és hát ez nagy öröm számomra, hogy akár most itt a megyeházán is énekszótól hangos csak ezek az ódonfolyosók. A versenyen szóló ének, kisegyüttes és énekegyüttes kategóriában mutathatták be tudásukat a résztvevők. A 3 kategóriából 36 kiemelt aranyfokozatot kapott produkció jutott tovább a május 19-én esedékes érdi országos döntőbe.
A küzdősportok számtalan változatát kipróbálhatták azok, akik ellátogattak Nyíregyházán arra a rendezvényre, amelyet hagyományteremtő céllal hívtak életre a szervezők. A küzdősporták választón 21 egyesület képviselői tartottak bemutatókat a Continental Arénában. Az ökölvívástól a thaiboxon keresztül a karatéig számtalan sportágból kaphattak ízelítőt az érdeklődők a Continental Arena küzdőterén. A szervezők azzal a céllal hívták életre a rendezvényt, hogy kedvet csináljanak a fiataloknak és a nem csak fiataloknak a küzdősportokhoz, és eloszlassák a keményebb sportágakkal szemben esetleg meglévő előítéleteket. Az érdeklődést látva elégedettek lettek a házigazdák. Mi is nagyon kíváncsian vártuk, ugye, hogy első megrendezés alkalmával mit fogunk tapasztalni. A klubok részéről is, a sportágok részéről is nagyon pozitív volt a hozzáállás, ugye itt a megjelenésen is lehet látni. Igen, természetes, hogy minél jobban szeretnénk a fiatalokat a telefonok mellől elcsábítva ugye a küzdősport irányába terelni, és a szülőket meggyőzni arról, hogy hozzák a gyerekeket, mert nem veszélyes ez a sportág, itt láthatják élőben. A sportért felelős államtitkár szerint fontos, hogy minél több gyerek kapjon kedvet a sportoláshoz, és ebben sokat segítenek a hasonló rendezvények. Nagyon sokan vannak, nagyon sok szülő jött el, beszélgettem itt a szülőkkel, nagyszülőkkel, hogy azért jöttek el, hogy igenis közelebb hozzák a gyerekeket a sporthoz, hiszen mindenki érzékeli azt a rohanó világunkba, hogy a sportnak milyen értéke van. Én mindig azt hangsúlyozom, hogy egyetlen egy olyan eszközünk van a kezünkben, amelyen meg tudjuk tartani az egészségünket, ehhez viszont sportolni kell. Ehhez mi mindig azt mondjuk, hogy minden gyermek sportoljon, legyenek létesítményeink hozzá, és hogyha ez a kettő megvan, már pedig vannak gyermekek, vannak létesítményeink, akkor hozzunk olyan eseményeket, amelyet tényleg lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek arra, hogy kipróbáljanak bármilyen sportágat. Sportágválasztók szoktak lenni, de külön küzdő sportágak választója nem, úgyhogy tényleg egyedülálló ez a kezdeményezés, nagyon nagy igény van rá. Miló András a Tai Chi Boxing Egyesületben 25 éve foglalkozik küzdő sportokkal. Mint elmondta, a harcművészetek között minden korosztály megtalálhatja számára a legideálisabb mozgásformát. Nagyon jó kezdeményezés volt ez a rendezőtől. Láthatóan nagyon sok szülő eljött, nagyon sok gyereket érdekel. Itt válogathatnak, hogy mindenki a habitusának megfelelőt, mert van, aki egy keményebb lelki világú, akinek egy full bunyó kell, van, aki egy szolidabb, van, aki egyáltalán nem akar csak szép egy tájsimogást, egy kis légzőgyakorlatot, egy kis bármit csinálni. És vannak olyan egyesületek, mint hogy többek között a miénk is, ahol egész család jöhet együtt. Tehát papa, mama, gyerek, nagyszülő, mindenkinek tudunk munkát adni az egyesületbe. A rendezők elmondták, hogy biztosak a folytatásban, és a megjelent egyesületek is elégedettek lehettek, mivel sokaknak sikerült kedvet csinálni a küzdősportok valamelyikének kipróbálásához. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Mintegy 370 millió forintból alakítottak ki új látogatóközpontot a Nyíregyházi Állatparkban. A beruházás részeként a Hópárt utcnak is új kifutót építettek, növelve ezzel a látogatók élményét. A fejlesztéstől a látogatói létszám és a parkban eltöltött idő növekedését várják, valamint azt, hogy tovább csökken a hely szezonális jellege. 50 millió forintból újult meg a Csengeri járási hivatal tetőtere. A több mint 140 négyzetméteren 6 irodát alakítottak ki, és ezzel együtt megújult a teljes épület vizes blokja és fűtési rendszere. Az informatikai rendszer modernizálása pedig jelentősen felgyorsítja majd az itt dolgozók munkáját. Több mint 100 millió forintból teremtenek lakhatási lehetőséget fiataloknak Ajakon. Az esélyotthon pályázat részeként 4 pár költözhet kedvezményes bérlakásba. A programtól azt várják, hogy a fiatalok helyben maradnak, sőt, lesznek, akik a lehetőségek kihasználása miatt oda is települnek majd. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 28-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!